Az összeállítások: Hegedűs, Kanyar, Ákfalvi, Márton, Német, Nagy, Konrád, Burcsa, Varga, Kovács, Turai. Ez a hazaiaké, a kaposváriaké. Tamás, Török, Kanász, Vidás, Tőke, Bódi, Zombori, Müller, Gas, Izsó és Váradi. Ez volt a Szijjártó, a BVSZ-ből került a Vasashoz, és Kovács István, aki Csalgócsarjából jött az angyalföldiekhez. Turai, aki a Ferencvárosban kezdett, aztán folytatta az egyetértésben, és most 11-et. Turai megkeveri a megzavarodott Vasas védelmet, és hámori játékvezető, amikor megjárt az ötösnél, és ütközik Vidáccsal, határozott mozdulattal a 11-es pontra mutat, nem is tehetett más, hiszen a játékos biztatták. Hámori ott áll a kapunál, a kapufánál, Tamás várja, hogy kirúgja majd a labdát. És nagy tanakodás, Márton a legnépszerűbb játékos a labda mögött, legalábbis Kaposvárot nagyon szeretik, de nem ő fogja rúgni, hanem Burcsa győző. Tehát Burcsa, aki az első gólt szerezte a Kaposvár számára az NB1-ben, most ismét a labda mögött, a játékvezető megigazítja, Burcsa izgatott, érzem, hogy izgatott, most fut a labdá felé, de nem azért, hogy rúgja, hanem azért, hogy ő is igazítson egyet rajta. Tamás rugózik vele, szemtett a kapuban, Burcsa, most fut neki, azaz a sikszó, jobban lesz, és gól!